Hello és üdvözlök mindenkit, ez itt a pokol legsötétebb bugyraiból, Csonti, ahol épp próbálok egy új kazamatát kialakítani a War for the Overworld legújabb frissítésével, megspékelve. Igen, és ennek a videónak az apropója az, hogy nemrég kapott új frissítést a játék alfa verziója, és ezt szeretném nektek bemutatni, hogy mik is érkeztek ebben a megközelítőleg 230 megás kis szösszenetben. Na hát első nekifutásnak, ha jól olvastam, akkor egyrészt a lények, amit ugye most már így benépesíthetik kazamatánkat. Közben kifejlesztek egy-két dolgot, legyen könyv, legyen csak, nem először legyen kajálda, mert alvóhelység, könyvtár, tudjunk goblinokat idézni, kincstár is jöhet. Szörny, híd, villámvarázslat, különböző felszerelések, és az új épület, a kripta. Úgyhogy ezt fogom nektek bemutatni, amellett, hogy ugye ahhoz már lényeknek bekerült egy úgynevezett ilyen elégedettség mérő, hogy mennyire boldogak, és ugye ez már az eredeti Dungeon Keeperben is benne volt. Kérlek egy hálószobát itt a lényeknek. Majd lepihenhetnek kis testükkel. Ó, kapott ez már egy ilyen akasztófát itt közöttek. És akkor mellé egy malacullat, ahol meg étkezhetnek. Tehát a Dungeon Keepernek az egyik nagyon nagy sajátossága volt, hogy ugye különböző pokoli kreatúrák léptek be a várbörtönünkbe, akiket így a különböző szolgáltatásokkal és szobákkal csábíthattunk magunkhoz. És utána az volt az egyik fő célunk, hogy ezeket a lényeket mindig nagy becsben és megelégedettséggel tartsuk. Ugyanis, hogyha nem boldogok nálunk, akkor egyrészt el is hagyhatták a várbörtönünket, ha jól emlékszem. Illetve, és ez lesz itt is, ha boldogok, akkor sokkal nagyobb hatásfokkal és gyorsabban dolgoznak, illetve harcolnak az a céljainkért. Ha pedig boldogtalanok, akkor pedig sokkal lassabban dolgoznak, és sokkal gyengébbek lesznek, és ezáltal egy újabb dimenziót is kapott a játék, hogy már erre is célszerű figyelnünk. Ez itt most egy egyszerű skirmish mód, tehát semmi nagy extra dologra nem kell itt számítani. Na és itt van a lény, az első kis lényünk, egy goblin. De ahogy nézem, még így nem látszódik sehol, hogy mennyire boldog vagy boldogtalan. De az biztos, hogy ez is mind benne lesz a játékban, mint faktor. Ó, de viszont azt látjuk, hogy egy picsinál táplálkozik, és az az egyes szám ott a feje fölött, az a szintjét jelképezi. Ugyanis a lények szinteket léphetnek, és minden egyes szintlépéssel egyre erősebbek lesznek, sőt, bizonyos szintek után akár még extra új tulajdonságokat is szerezhetnek. Lesz majd lehetőségünk tréning szobát is építeni nekik, ahol egy bizonyos fokig saját magukat is fejleszthetik. Ha eltöltenek ott némi kis időt, ugye így kigyúrják magukat picit. Na de nem tétlenkedek, már is felhúzom itt a könyvtárat, ahol így a warlockjaim fogják majd az újabb varázslatokat felkutatni. Ide jöhet egy... ez kovácsműhely, és majd ide jön a kripta, ami meg az új újdonság. Vagy kripta jön ide, vagy esetleg a szörny kamra. Na mindegy, a kriptának csinálok ide egy szép nagy külön helyet megérdemli. Itt úgyis ez a sandbox mód, úgyhogy itt szabadon költekezhetek, minden megvan és a rendelkezésre áll. Még majd egy kincstár jöhet ide. Szép, gyönyörű kincstár. Jaj, ott is van egy portál, amiből a pokoli teremtményeim előmászhatnak majd. Na és a kriptáról még néhány szót ejtenék. Tehát a kripta, az, jól emlékszem, az eredeti Dungeon Keeperben is már létezett. És itt majd azt a funkciót látja el, hogy egyrészt nekromanták fognak költözni a várbörtönünkbe,
akik zombikat fognak tudni idézni az elhullottak testéből. És másik nagyon fontos mechanika, hogy a halott lényeket, legyen az ellenséges vagy baráti, és ide szállítják majd az impjeink, és azok fogják kvázi üzemeltetni a kriptát, tehát azok töltik majd föl lelkekkel a kriptánkat, amikkel utána majd idézhetjük a zombi seregünket. Úgyhogy nagyon-nagyon jó ötletes mechanika lesz ez. És akkor ide jöhet is a kripta. Nem fejlesztek. Szép nagy kripta. Hujjajjaj. Na, egész jól néz ki. Majd még az impek itt ezt a falat itt még kialakítják, és akkor ez is ilyen csontvászfal lesz. Közben ide még a szörny kamra, az még dukál. Na, és akkor ebből meg majd a különböző pokoli szörnyeink jöhetnek majd elő. Jó, megvan minden. Ja, még a kincses kamra az még lemaradt. Igen, szép a kincses kamrát. Ja, és itt végtelen pénz, úgyhogy csak ezért van így, de ez pont ilyen tesztelés demonstráció célból lett kialakítva ez a pálya, úgyhogy teljesen jó ez így. Itt vannak a varázslataink, a villámvarázs. Megsütöm ezt az impet. Nem engedi? Nem engedi. Akkor idézek még impet. Dolgozzatok, dolgozzatok! Na, közben megjött egy, az első nekromantánk. Itt látjátok a feje fölött, ott egy ilyen semleges fej, tehát ő még egyelőre teljesen neutrális, semleges az irányunkba, de hogyha elkényeztetjük sok pénzzel, jó kajával, ugye a disznók jelképzik, azt tudják zabálni, illetve különböző egyéb dolgokkal, akkor boldog lesz, és boldogságában majd sokkal véresebben és hatékonyabban harcol mocskos ügyeink érdekében. Na hát akkor meg is szállnék itt egy nekromantát. Belebújtam a nekromanta testébe, vagy ez egy imp. Nem, ez az impnek a teste. Nem baj, akkor legalább megcsinálom itt ezt a nekromantát így életnagyságban. Na, fordulj ide, haver. Na, de tök jó ki vannak dolgozva azért ezek a kis lények. Esetleg majd még egy-két ilyen alfajtát, hogy azért nem minden lény tök ugyanúgy nézzen ki, majd berakhatnak, de hát így is már szerintem nagyon jó lesz ez a játék, hogyha kijön majd véglegesen. Tényleg így kvázi 100 megánként pakolják össze a játékot, és most már egyre rendszeresebben jönnek a frissítések. Nap mint nap dolgoznak a srácok oda benne az újításokon. Na, és itt van test közelből a várból, tehát itt van egy warlock is, nekromanta. Na, egész jól néz ki már így a várbörtönünk populációja. Itt van egy kovács démon, egy üllővel a fején. Ekkora sonkái vannak azért. Hey! Na, de tök jól néz ki az egész, és ott van a szörny verem. Ennek is milyen jó fala van már. Innen jönnek elő a pokol démonjai. Jó, ott a kovács műhely, ez itt a fejével kovácsolja nekünk így a különböző berendezési tárgyakat és ajtókat. Itt van már egy ajtó, itt van üzemkész, ez itt a hálóterem. Itt is majd a különböző ágyfajtákat megcsinálták, hogy bizonyos lények ne ugyanabban az ágy típusban aludjanak, hanem ez a régi Dungeon Keeperben is volt, hogy valaki ágyba aludt, valaki egy székbe, valaki egy koporsóban, valamelyik lény meg ilyen fészket rakott magának. Ja, és még a kincses kamra és a könyvtár. Na, ez itt a kincses kamra. De jó itt lenni. Jó sok pénz között. És végül a könyvtár, ahol a boszorkány mestereik mutatják nekik az újabb varázslatukat. No, hát akkor ez volt a War for the Overworld legújabb kis update-je. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy a játék már egyre jobban formálódik, és egyre élvezetesebb lesz még itt ezt a kis alfa verziót is bemutatni nektek és kipróbálgatni, és már alig várom, hogy végre már a beta fázisba kerüljön a játék, ahol most már tényleg tele lesz tartalommal és sok más egyéb extrával,
És ahogy láttam a honlapjukon, nagyon-nagyon sok mindent terveznek a játékba a készítők, nem hiába Dungeon Keeper fanok csinálják a játékot. Hogy jó lesz ez. Na, én megköszönöm szépen a figyelmeteket, remélem hasznosnak találtátok ezt a kis összefoglaló bemutató videót, és találkozunk majd a következő nagyobb frissítésnél. Addig is jó szórakozást! Sziasztok!